szülők, kollégák és vendégek a kis Manókabotnak farsangi báján. Végre lassan magunk mögött hagyjuk a zord téli napokat és a tavaszt köszönhetjük. Ez a délután is a tél vidám búcsúztatójáról szól. Gyermekeink körében mindig nagy várakozás előzi meg ezt a napot, izgatottan kérdezgetik egymást, ki milyen jelmet választ, és még hányat kell aludni ahhoz, hogy a sok királylány, Batman, hercegnő és még számtalan mesehős megmutathassa magát a nagy közönségnek is. Még mielőtt elkezdődne a farsangi forgatag, szeretném elmondani, hogy alakul a délután menete. Először hagyományainkhoz híven a csoportok felvonulása következik, akik bizony már izgatottan várják, hogy a közönség soraiban helyet foglaló szülők, családtagok megtapsolják őket. Ezt követi a már mindenki által jól ismert és nagyon már csúrgó együttes műsora, ami kicsit nagyobb legnagyobb örömére mindig felvételes hangulatot teremtenek. Ezúton is köszönöm nekik, hogy elfogadták a meghívásunkat. A műsorok után kezdetét veszi a tombola árusítás. Kérem azokat a segítőket, akik erre jelentkeztek, jöjjenek a tombolás asztalhoz, ahol átjegyek. A büfé is nyitva áll ekkortól és színes kínálattal várja a szomjas, éhes vendégeket. Nem is szaporítom tovább a szót, kezdődjék a délután. Minden kedves megjelentnek, kicsinek, nagynak egyaránt. Nagyon jó szórakozást kívánok!